Szevasztok srácok, üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem gameplay lesz, hanem egy ilyen reakció videó. Hát ilyen sem volt nagyon a csatornán, meg nem is valószínű, hogy olyan sokszor lesz. Egyébként ez inkább egy olyan reakció videó, hogy megnézzünk együtt egy játékot, hogy érdemes lesz-e kipróbálni, de mondjuk mindenképpen ki fogjuk próbálni, mert már meg is vettem Steam-en. Most jelent meg egyébként egy-két nappal ezelőtt is, teljesen olyan, mint egy Stalker. Mindenki tudja, mi az a Stalker? Tudjátok, ilyen... Ilyen Kelet-Európában játszódó kis lövöldözős FPS játék, és ebbe a játékba még ráadásul járműveket is lehet vezetni, meg még ráadásul multiplayerbe is lehet csapatni, meg ráadásul craftolni is lehet, meg mindenféle jó dolgot, úgyhogy megnézzük, hogy milyen ez. Ja, és egyébként, hogyha valakinek megvan és akar hozzám csatlakozni multiplayerbe, majd kipróbálni, akkor írja meg a kommentbe, aztán akkor nyomadjuk. Na, megnézzük ezt a trailert, én egyébként screenshotokat nézegettem a játékról, meg a leírásokat, ezt a trailert meg se néztem, úgyhogy ez tényleg ilyen első reakciós videó jó lesz. Ja, indítsuk el, mi? És természetesen oroszok csinálták. Majd néha meg fogom állítani, hogyha olyan rész lesz, ami olyan érdekes, és ki tudjuk dumálni, jó? Could be called a war. Though with the war, it is simpler. Ezek a képek, ezek például fúzták el, nem? Még a legelső faluban is, amikor gitároztak a tűz körül, meg minden. Ez nekem nagyon átjön. Lezuhant helikopter. There are losers. There are neither of them here. Simply survivors. És a másik csapat megtámadta meg őket, ugye a tüzet, hogy kifigyelték, azt mentek. Oj, láttátok az illt, gyerekek, láttátok az illt? Ott volt az illt. Egyébként egy csomó járművet elvileg lehet vezetni. Olyan képet láttam, hogy a csapattak urallal, és tele volt ural emberekkel, és úgy mentek. Ilyen platón, ugye. De lehet, hogy azt az illt is lehet meg... Fú, nézzük csak. Házak azok szerintem fúra bejárhatók, és ott van hátul egy kamaz, itt egy UAZ, itt elől, látjátok? Ja, nem, pont nem látjátok, várjátok, odébb viszem magamat. Ott egy UAZ, ott van egy kamaz. Ott a kamaz, meg ott az UAZ. Na jó, én nem is tudom, így elrakom magam, hogy minél többet lássatok a videóból. Jó, nagyon stalker gyerekek. UAZ? Ott van egy Moszkvics, vagy micsoda? Hoppa, ez valami milyen sugárzó. Ez is tiszta stalker, nem olyan, mint valami anomália. Medve volt, vannak vadállatok. Hoppá, kajaszín, kajárni kell, láttad? Gyűjtötte a bogyót, tök jó. És craftol, ugye? Húst nyer ki, aha. Skillfa, perkek. Trader, nézzétek, trader. Hoppá, ott egy traktor. És ez nem izé. Ez nem MTZ, hanem az a micsoda? TL vagy LT? Combine. Ott egy kirovec.
Hoppá, benzint kellett tölteni, figyelj, ott van az akkumulátor is. Benzint kellett tölteni bele. Berakta az aksit, berakta a gyújtógyertyát, stuszkulcsot. És csapatják az urallal. Ott meg ott volt egy tank. Ott meg ott egy zil. Ez valami föld alatti bunker volt szerintem. The new world has no rules, and it doesn't forgive mistakes. There is but one law, not to give up till the end. Nagyon király gyerekek, tetszik. Na, mit gondoltok róla? Az első, végén azért meg is borsózott a hátam, amikor nem sült el a fegyver, ez jó volt. Jó, hogy egy reakció írót úgy néz meg valaki, hogy nem nézi meg előre, ugye? Hú, vagyis már mint egy videót, nem néztem meg ezt előre. Na, én úgy gondolom, hogy ezt kipróbálom, egyébként én meg tudom mutatni nektek, hogy ez már... Az már indulásra kész lesz nekem 5 perc múlva. Lehet, hogy csinálok egy ilyen... kezdő videót, megnézzük, hogy hogy kell karaktert készíteni, vagy ilyesmi, aztán akkor lehetne csapatni együtt, hogyha valakinek van kedve. Főleg, hogyha olyan, aki régebben ugye szoktam vele játszani, jó? Aztán akkor jöhettek, hogyha van kedvetek. Szerintem egy egész kis kellemes játék, de azért mindenképp egy tesztvideót majd mindjárt nyomok róla, aztán megnézzük 5 perc múlva, 6 másodperc múlva. Egyébként a játék az talán valami 6 euró most, még ráadásul is van értékelve, és tényleg most jelent meg pár nappal ezelőtt. Na, köszi szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok! Kíváncsi vagyok a véleményetekre a videóval kapcsolatban. Nekem nagyon stalker, nem? Hát lehet mondani azt is, hogy Daisy, de ugye, hát nekem inkább stalker, mint Daisy. Na, császtok!